Hú, én még ma este végig fogom nézni a State of Play-t, úgyhogy miattam ne választhatok filmet, jó? Mert amúgy is a State of Play-t fogom valószínűleg majd félszemmel inkább nézni. Morgana Le Fay visszatér. Brigantik ellen kell küzdenünk. Találd meg az erőszakokát. Hájjaj, jó kérdés, hogy melyik küldire menjünk, mert amúgy a Szíli udvar az még főküldetésként itt áll előttünk. Ahhoz, hogy be tudjak lépni a tündeerdő szívűbe, két szertartást kell elvégeznem. Az elsőt a Szíli udvaron, amelyet a legtöbb sí dologhoz hasonlóan nehéz körülírni. A Szíli udvar egyrészt a sí tündék lelkének egyik oldala, amely a nyárra és a tűzzel áll kapcsolatban. Ám egyben egy konkrét hely is, ami ilyen a tündeerdőben. Ott kell rálennem egy ősi fémkristályra. Fénykristályra. Mordred mindenképpen szükséges ez. Nagy mennyiségű XP-t kapnánk ebből, és Szílik ellen küzdenénk. Akkor ide viszont be kell, hogy olyan Bélen is. Szílik ellen küzdve, és akkor menjen még mellette Lady Bimbo. Akinek mostantól elég király damage-e van. Nem lehetetlen ez a dolog, amúgy. Bélin. Ja, egyébként azt is meg lehetne játszani, hogy Bélin is jönne, de neki nincsen rugó, ami mögött áll, ugye? Tehát emiatt egy kicsit nehézkesebb a dolog. Július 19, már is jön a Stray. Jövő hónap 19-én. Az rohadt jó. Hát akkor még egy játék lesz a listán, amit azonnal, ahogy kijön, el is kezdjük játszani. Mordred, Bélen, Bélen, Hector és Bimbo. Nem tudom, hogy ez lesz a legjobb, amit itt most csinálhatok, de nyomunk egy mentést, a 36. mentésünk, és még egy keveset belenézünk ebbe a Szíli udvarba. Annyit nézzünk már meg tényleg, hogy vajon működőképes-e ez a csapat, mert Bélen nagyon régóta nem vittem már magammal. A fekete lovak páncélját pedig kapásból rápakolhatnám addig, ugye? Most melyik ez a páncél? Azt hiszem ez. Jó, talán igen ez az, de nem vagyok benne biztos, hogy ez biztosan az. 72 életpontja van a fekete lovaknak, ez rohadt OP. Jó, és akkor így 43 életpontja maradt ennek a szerencsétlennek, mert ugye mínusz 10% teljes életerőpont. Ellenben olyat ver, hogy megőrülsz. 9 plusz 1 akciópontjával szerintem meg fogja tudni csinálni ezt a missziót. Meglátjuk, hogy ez mennyire jó ötlet. Vagy mennyire nem az. Gondolkodjunk. Mordred, ő is megkaphatta volna ezt az armort úgy egyébként. Tudod mit? Nem érdekel. Menjünk a Szíli udvarba. Hát kíváncsi leszek. Ez a mai napon a harmadik megkezdett küldetésünk, szerintem ilyen még nem is volt a játék történetében. Nagyot megy a King Arthur, viszont rohadtul élvezetes missziók és tök jó sztorik vannak benne. Nem beszélve, hogy mennyire király. Az, ahogy húzzuk felfelé a karaktereket, és azokat látjuk ugye akció közben is. Tehát amit RPG részben, a játék RPG részében beállítasz, szintezel és stb., az visszaköszön a missziókban ugye. Camelot lovagjai, figyeljetek rám! Tudom, hogy hallotok, ez az erdő tiszta varázslat, és amíg itt vagytok, a bűvölt szeleim elviszik szavaimat a füleitekhez. De szép ez a hely. Vizsgáld meg a tisztást, és ebből van 5 darab. Saver, hát akkor menjünk. Erekció velünk van, tehát van AOE damage, van single target, magas DPS, 2 hősből is. Meg ott van Mordred, a szuper tankunk. Találtunk itt valamit, ez mi? A bukattak, akik túl gyengék vagy szennyezettek voltak, hogy az erdő szelleme elé álljanak. Aha. És ezt mindet meg kell néznem? Ha el akarod kerülni ugyanezt a végzetet, a Szíli beavatás útját kell járnod, neked is. Mindegyiket meg kell néznünk. Ez 10 extra XP mindenkinek. Az nem túl sok, hogyha több ezer kell egy szintlépéshez. Az elme és a lélek megtisztításával a Szíli tündérek képesek kinyitni az ösvényt a következő tisztásra. Még van 2. Az utolsó tisztáson egy Szíli a látogatását azzal fejezi be, hogy megfürdik az éteri fényben. Neked is ezt kell tenned. Aha. Jó, és mi van még? Még van egy valahol, talán ez az? Ügyesek voltatok, halandó lovagok. Véghez vittétek a küldetéseteket. Most koncentráljátok és nyissátok meg az ösvényt.
Jó, hát ez nem volt egy annyira szuper nehéz dolog. Ezzel kinyitottuk a bokrokat. Ott van a bokorban szedjed összefelé, szóltak közben valahol hátul a messzeségben. Pedig meg is indulunk arra, hogy valóban összeszedjük. Akármi is legyen ott. Azért lehet, hogy egy mentést benyomok ide. Könnyen lehet ám, hogy ez a 36 egyes mentés. Nem. Tehát, hogy rossz csapatot választottam ehhez az egészhez. Na, de majd kiderül. Siri tündérek tudják, hogy valaki behatolt a menedékükbe. Óvatosan, mondta közben. A tó úrnője. És itt is vannak már rohadékok. Ezek pont azok, akik regenerálnak, ugye? Kövesd őt, de légy óvatos. Mert az elég beszaratós. Lehet, hogy pont a regenerációs egységek jönnek majd elnünk, amivel azért lesz nagyon nagy gáz. Merlin elment, ugye? Izére? Aha, jó. Kiképző táborba. Mi a fene ez? Csak azért, mert akkor nem lehet őket begyújtani sem. Második tisztás következik. Ó, édes Istenem, ezek micsodák? Ki vagy te, és hogy lehetsz te itt? A kerekasztal lovagjai vagyunk, és békével jöttünk. Emberek, a pusztán jelenlétetek ezen a szent helyen felér egy hadüzenettel. Gondold át, te is egykor ember voltál. Minden pillangó féreg volt egykor. Undorító, rossz indulatú féreg. De az átváltozás után magasztos teremtmény lesz belőle. Csatlakozz hozzánk, a saját fajtádhoz. Harcolj az oldalamon. De nem vagy az én fajtám, én a Siri udvarhoz tartozom, amíg lélegzem. Talán valamit tehetnék az ügyben. És ezzel a torkára forrasztjuk a szót. Hát, a földrengetéssel szép HP mennyiséget lehetne leszedni. A legjobban zavaró dolgok, azok jobb oldalon állnak. Atya úristen, rengeteg íjász. Nagyon sok íjász van. Lady Bimbo, tudsz-e valamit innen kihozni magadból? Egy szép célzott lövéssel. Hadd ezek regenerálnak? Igen. Rohadjon meg. Ó, Istenem. Chain lightningoljak? Nagyon messze állnak attól. De ezt úgyis visszaregenerálja, nem? Kivéve, hogyha egyet lelövök most. Lehetne egy mérgezett nyíl, az nagyon szép HP-t venne le. Nem, inkább célzott lövés. Egy legalább megvan. Bélen. A szerencsétlen. Várjál, ezt lelököm a... Oda. Azt se tudja Mordot, hogy merre álljon arccal, mert minden irányból jön majd a lövésre. Ez nagyon könnyen a hátába fog majd jönni. Hát ezek az íjászok a legnagyobb gondot jelentő dolgok lesznek ebben a fájlban. Fogalmam nincs, hogy hogy csináljam meg. Ennek is van regenerációja? Haj, de jó lesz. Vérátok. De mit érek a vérátokkal, hogyha regenerálnak ezek a barmok? Bélennek nagyon szép véreztető damage-e van. Kár, hogy nem tud beugrani, neki nagyon hiányzik a beugró támadás. Bár hogyha ide bejönne, akkor egyet arcon verhetne. Tehát az már úgy megtörténhetne. Vagy mondhatnám, hogy földrengetéssel öljük meg azt a szart. Aha. Szép lenne annak az armoriának az eltávolítása is teljes mértékben, de inkább csökkentsük akkor a lehetőségeiket. Így. Bélem még tudna lépni, mert megöltünk valamit ugyebár. Attól félek, hogy a hajnaltörő egyből ránk nyomja majd a mindenféle távolsági baromságát. Ezt, hogyha hátra... Úristen, nagyon sokat. Hatalmas range-ben képes azt támadni. Meglőhetném őt. Meg így kettőt ebbe. Az a hátrébb is ment egyel. Az a baj, nem tudjuk meghatározni ugye az indikátorok alapján, amik a térképen vannak, vagy a mapon van, vagy hogy mondjam, tehát a föld felszínén vannak. Nem tudod behatárolni, hogy egy íjász milyen távolságban képes lőni. Tehát hiába lövöldözgeted el, hogyha ugyanott távon még mindig meglőhetné Mordot, felesleges teljesen. Nyomnék egy lassító átkot erre. Attól tartok, hogy az a nyárszülött, az fel fogja nyársalni Mordot, és a földre fogja küldeni ezzel. Beállunk ide, Bimbót védve. Hát nem tudom, haver. Valami lesz. Nézzük meg ezt a fightot. Ez gusztustalannak néz ki eléggé. Szép kitérés, szép ellencsapás. Milyen jó, hogy... Vakság! Jaj, ne! A vakság az nagyon rossz. Mit mondtam, hogy Hectornak ki kellene húzni a izét, ugye? Istenem. Ki kellene húzni az armort, amivel nem találják el mágikus armort. Lendülő támadás következik. Még jó, hogy összeveri saját magát rajtam. A villámot mondjuk nem képesek elhárítani, tehát az jól jöhet neki.
Csicska hajnaltörőknek most az be fog menni szerintem, keményen bevág. Így van, nagyon helyes. Ütni már nem tud Mordred, de nem baj. Bélen, hát ez meg hogy mit műveljen, azt meg nem tudnám mondani. Ide jöhetek emelni a szar mellé, megpróbáltam megütni egyszer akár. Teljes HP-ja van, szóval extra damage is megy a súlyos támadásába. Azt a mindenét! Ekkorát ver! Jézusom! Sérülékenység meg mindent kapott. Akkor ezzel lehet, hogy el is intézhetném. Vagy nyomhatnék talán egy ilyet is. Hogy tüzes őrület oda. Nem jó? Ez elintézni mind a kettőt. Tökéletes. Jó. Az ott ég egy picit még, akkor Bélem most már errefelé fókuszál. Kellene tolnom egy vérátkot, de azzal nem fog tudni elmozdulni innen erekcióval, ami pedig azzal jár, hogy a... Mert ezen hat égés damage van, sehogy sem hal meg. Ja, de Bimbo még itt van, hogy lőjön egy szépet. Hát el is felejtkeztem a hölgyről. Akkor ő bejön ide. Lelövi ezt a szart. Így. És akkor erekció, meg kijöhet szépen hátra. Reménykedve benne, hogy azért csak nem verik el a száját annyira. Meg szerintem a healing ability-ét elnyomja saját magára most, mert mégiscsak jól jön az majd ki. Készen állunk. Tök jól lealáztuk a jobb oldalt. Ez nagyon menci volt. Ott még van egy ijász. Milyen szerencsé, hogy kitértem, hallod? Azt most megint neki ment. Megint bekapott valamit. Nagyon jó, Mordred hülyére verik. Gyönyörű haver. Van még, amit nyomnátok? Hát még mindig vak vagyok, égek. Minden szar rajtam van. Jesus. Lady Bimbo, megnyomja szerintem a kill gombot mindjárt. Ezt az ijászt valahogy el kellene verni. Bélen, kár, hogy nem tud csinálni most földrengetést, pedig itt nagyot menne az a dolog. A hátából. Aha, ez jó lehet. Összeveri azt a szart. Gyönyörű, az meghal. Védekező testtartást is felveszi Bélen. Itt az idő. Mordred nem fogja tudni ezt elverni. Nem fogja tudni eltalálni, hát még mindig vak szerencsétlen. Minden baja van. Nem talált. Talált. Na, hát valami mégiscsak beütött oda, hogyha még egyszer eltalálnám. Az akkora csoda volna. Jó, hát nem sikerült, úgyhogy... Erre számítani lehetett. Szevasz, what the fuck, jó éjszakát, köszönöm, hogy itt voltál, jó pihenés neked. Ha ide jönne Lady Bimbo, és azt mondanám, hogy célzott lövéssel, aj, az védekezik, az a szar. Akkor viszont csináljunk olyat, hogy megmérgezzük. Meg begyújtom. Jó, és a kettő együttes damage-e, az még nem viszi el, de már közel áll ahhoz, hogy jó legyen neki. Ajaj, vérátok a hajnaltörőbe. Halálosátok mehetne oda a nyárszülöttbe is, de hát minek? Felesleges. Majd a másik nyárszülöttbe fog belemenni. Bélen erre felé nézzem, hogy ne menjen be mögé, semmi sem. Mordred nem fogja tudni ezt megütni. Kell mehetne, de akkor meg megütnék, az is egy olyan kellemetlen szituáció számára. Erekció, meg majd átkozni tud esetleg. Ennyit erről. Egy meghalt. Az ijászról lepörgött a vérzések, mennek ott a következő körben az ijász. Sőt, hallod? Wow, és pont bejött a kitérés, ez nagyon-nagyon jól jött ki. Jaj, de szép ez. Oké, Mordrednek igaz, hogy lement a teljes armorja, de legalább végre. Hát képes támadni, ez már nagyon-nagyon kellett. Csináljunk egy olyat, hogy erekció azt mondja, hogy halálosátok arra a szarra. Bélem meg, most már nem fog ezzel szórakozni, úgy összeveri, hogy ahogy illik. Ható távja van ennek a... a földrengetésnek 103 HP-t sebezne. Bélen, azért ezzel a haraggal elég durva lett. Szili tündérek képesek beszélni a szellemekkel. Mindenütt ott vannak. Látod azt az ősi bölcsfát? Nagyon erős szellem. Mert nem mész közelebb is beszélsz hozzá. Azért, mert nem vagyok Pocahontas. Hát, Frankon itt mindjárt megelevenedik a izé. A Disney előttem. Sziaszti, jó éjszakát, jó pihenés. Mi ez? Az a lélektükör, a sí tündérek kézműveseinek ritka kincse. Ahogy a neve is mutatja, az egy tükör, amely az igaz lelkedet mutatja. 20-20 XP-t kaptunk ebből. De nem lehetne itt ilyen relikviákhoz jutni? Vagy bonfire? Na, a bonfire az nagyon kell. Vissza kell, hogy pakoljuk magunkra az armort.
Bár a HP sem lenne baromság. Mordernek mennyi hiányzik, hallod? 33 életerőpontja hiányzik. Jó, de páncél nélkül mit sem ér. 4 tesó lesz a film, közel 2 órás. Oké, mindjárt megyünk, nyugi. Sietek. Varázslat felfedve, 30 extra arany. Szíli tündérek ezeket a tükröket használják, hogy a lélek hibáit meglássák, így tudják azt meggyógyítani. Érdekes egy tükör ez amúgy. Mit csinálok? Oké, azt hiszem, hogy még egy utat nyitottam. Gondolom, hogy a tisztásokat kell akkor itt vizsgálgatnom. Na de hogyan fogom tudni megcsinálni ezt az egész missziót? Mert azért elég erősen sebeznek ránk ezek a jó rohadékok. Benézzünk ide is, hát ha ide is elrejtettek valamit ezek a szemétlának. A beszélő fa, tessék, itt van egy. Tudtam, hogy a fák nem beszélnek. Megismételnéd? Nem értelek téged? És ennyi volt a nagy beszélgetésünk. Ezek a fák több ezer évesek, hosszú ideig nőnek lassan. Türelem kell ahhoz, hogy megértsd őket. Hetek, néha évek is, ne add fel. Aha, köszi szépen, majd lesz időnk ezt kivárni. Hát ide valami ent kellene, ami képes beszélni ezekkel. Menj az ösvényen a következő tisztásig, még egy bonfire. Ez entül mondta, igen, én is ezt mondom. Azt hiszem, hogy nem arra megyek, amire mennem kellene. Jó, de jártam már erre? Minden bizonnyal járnom kellett erre, nem? Honnan tudjam, hogy hol vagyok? Eltévedtem az erd. Ja, innen kezdtünk, jó. Bocsánat, másik irány. De megvan nagyjából, hogy mi van. Gyógyfőzettel visszatölthetnék még Mordrednek életpontokat, de attól félek, hogy az úgy kontraproduktív lenne. Lehet, hogy fight közben kell majd inkább elhasználni, nem tudom. Ilyenkor nincsen passzív regenerációnk, tehát mindenképpen szarul vagyunk. Nagyon sokat sebződik. Annak ellenére is egyébként tökre menő cuccokat adtunk rá. Titok felfedve. Beszélj vele még egyszer? Nem, már nem lehet többször beszélni vele. Azt tudom, hogy hol van. Mentés. 36-2-es. Nagyon benéztük ezt az előző fájtot. Rengetegen voltak. Nem tudom, hogy lehetett volna jobban megoldani. Szívi udvar 3. tisztánsa. Fájtba fogunk bemenni, és jobb oldalról kezdünk innen. Legalább itt, hogyha jól látom, akkor nem nagyon lesznek íjászok. Hátra fogjuk húzni. Kedves íjászainkkal. Nem azt. Gyere oda, kérlek. Mordred ide menjen. Bimbo. Csak egyet képes innen lőni. Erekció hányat lő? Amikor hányat, akkor inkább ne lőjön. De Bimbo innen is. Hát innen lesz a Bimbo kemény. Aj, de jó lesz az. Gyerekek, befejezi. Nincs íjászatok, ti szarházik? Hát erre a pillanatra vártam. Akkor nektek most nagyon szar lesz. Szép távolsági lövést adhatnék be. Az, hogy legyen? Ami egyben áll, az kellene ugye ízével erős... Mi? Tűzes robbanással, igen, azzal kellene megcsicskítani. Menjen minden egy picit hátrébb, jó? És akkor még kimehetne egy átok? Dehogy mehetne. Pedig nem is moccant sehová erekció. Biztos úgy, hogy Mordredet akarom bevinni ebbe a fightba. Ezek nem képesek támadni. Semmi nem, maximum közel állni tudnak. Chain lightningolni tudnék rá. Tudnék ám. Ajaj. Tetszik, amit látok. Eddig nagyon jó. Lady Bimbo mérgezett nyilal sújthatná, de kevés az a damage, pont 6-ot verne még oda. Ezzel keveset égetne így el belőle. Hát ezt nem hiszem el. És tényleg nem fogja megölni? 6 mérgezés a 7 életerő pontra, és van rajta regeneráció. Nem jó ez. Nem hiszed el, tényleg nem jó. Hát pedig meg kéne, hogy valahogy öljem, nem? A földre lelökhetném esetleg. Aha. Így, és akkor utána Mordred egy picivel hátrébb jön. Bélem megy már előre. Lady Bimbo képes lépni egyet. Innen már tudja támadni a tavasz csicskát. Szépen meglőve azt. 14 HP-ja van. A földrengetés pont nem éri el, bár hogyha még egyet lépnék,
akkor ilyen vicces kedvű figuraként Bélen megnyomhatná ezt. Szerintem inkább várjuk meg, amíg többen jönnek be ide, jó? Mert amúgy ebből még akár veszélyszituáció is alakulhat. Jó. Ide bejövünk erekcióval, aki hülye döntést hozott, mert ez meg alapból rá fog menni. Hát remélem, hogy nem fogják elgázolni az öreget a lóval. Vakságot okoz. Jaj, de jó, hogy erekció kapta. Jaj, de nagyon menő. Hál' Istennek. De kitér. Rendülő támadás. Nem tudta ellökni. Nagyon jó. De mondjuk elkábult. Mi történik? Megjöttek az íjászok, amiktől féltünk. De nem már. Morda teljesen el van kábulva. Azt se tudja, hogy hol van. Az észlényre rányomok egy ilyen szart. Akkor lépek már is ide hátra. Megküldjük a másikat is. Szépen letépjük az armort róla. Ó, haver, hogy rohadnál meg. Na azért ez azért kemény. Amikor ez a szar úgy dönt, hogy figyelj már, hagyjuk már ezt a dolgot. Felejtsd már el. Lenyomunk egy égéstola, hogy azok pusztuljanak valahogy. Meg szerintem egy vérátkot is kellene valamelyikre rárakni, mondjuk arra a hajnaltörőre. Ez most két körön keresztül 7 vérzés, mond nagyon kevés. Bizony nagyon kevés. Beállít a hátra erekció inkább. Bélen reménykedik benne, hogy védelmezni tud. Még Lady Bimbo képes lőni, és fog is mindjárt. Hát nagyon szar helyekről tud lőni. Észlény bajnok, regenerál, minden baja van. Egyet lépnék, akkor még a nyár lovagra ráküldhetném a kutyakakát. Egyet fogok tudni lőni, csak mondom, úgyhogy akkor már inkább a tüzes nyilat készítem. De ha egyet tudok lőni, akkor gyakorlatilag eljöhetek ide is, nem? Így, és még mindig képes leszek támadni. Vajon erekció? Nem. Bocsánat, Lady Bimbo, kibírja ennek a nyárszülöttnek a támadását? Begyújtotta, minden rendben, oké, 14 égés 3 körön keresztül, ez így rendben lesz. Mordred meg hát nyilván le van teljesen csicskítva. Az megindul mindjárt, azokat hát úgy gyönyörűen elégnek. Most megint eltalálták Mordredet? Istenem, már megint mi van? Kitérés történt, nagyon jó. Mordrednek levették a HP-ját, ez azt igen. Nem baj, mert az ő vitalitása ugye regenerálódni fog. Az mondjuk kellemetlen, ugye, hogy hát minden szempontból kellemetlen. Ezzel most nem tudok semmit sem csinálni innen. Nem tudok kettőt egyszerre megütni, pedig muszáj lenne. Azt hiszem, hogy Bélennek van lehetősége arra, hogy egyel odébb álljon, anélkül, hogy megtámadnák, ugye? Tudnék ezzel kihozni innen. Meglőhetném egy mérgezett nyillal. Tényleg nem tudom azt onnan elverni? Villámmal el tudom. Sem is fogom. Oké. Okay. Ha lett volna egy kis eszem, akkor egyet támadtam volna. És akkor... kaptam volna még extra AP-t, és tudtam volna még egy támadás után benyomni azt a villámot is, de mindegy, most már akkor stigmázunk inkább. Hát lehet, hogy rápróbálok erre. Lehet, hogy egy kicsit kockázatos, lehet, hogy nem a legjobb dolog, amit ma csinálok, de megnézzük, jó? Bélent elméletileg nem lenne szabad tudniuk megsebezni. Lássuk. Akkor mindegy, hát megsebezte, hát most már akkor ez van. De nézd csak! Csicska gyerek, mit képzelsz? Gyönyörű. Benyomhatok egy védekező testtartást, és beállhatnék ide. Akár előre is szépen. Mordred nem léphet el innen, és már nincs AP-ja arra, hogy... Ja, ez nem is kerül semmibe, ugye? Gyógyfüzetet elhasználja Mordred. Szépen visszanyert itt mindent is. Még mindig vak az erekció. Lassító átkot nyomhatnék mondjuk valamire. Hát itt 3 íjász áll. Akkor muszáj erre elnyomnom. Amúgy meg, hogyha levettem volna halálos átokkal a HP-ját, akkor most Bélennek nem kéne ezzel szívnia. Lady Bimbo pedig újra képessé vált. Ja, akkor mindegy, akkor ennyi volt. Képessé vált a tüzelésre. Azt a két csicskádot el is intézhetné, de először nyilván a tavasznény bajnok az, ami elsődlegesen balhés. Hogyha lépnék egyet, meglőhetnék még egy egységet. Kár, hogy azt a hajnaltörőt ott nem bírom eltalálni. 168 vagy 175, hát ez nem is nagyon nagy kérdés azért. Jó lenne, hogyha csökkenteni az armort a méreg, de nem fogja. A nyárlovag mindenképpen bekapja.
mérgezés, sérülékenység, lassítás és minden balhé rajta van. Meg tudja támadni Sir Bélen, de ő meg nagyon jól védekezik jelenleg, úgyhogy annyira azért nem vagyunk bekulárézva. Olyannyira, hogy egy kicsit előre is lép szerintem Sir Bélen. Inkább támadják meg őt, mintsem, hogy másokat. Mordet belép ide, hogy védekezzen. És bár még tudnék támadni, de teljesen felesleges, mert hát... És mit támadják meg? Ide lépek és próbálkozzak ezzel a szarral. 80% hibázási esélyekkel nyomuljunk. Jó van, akkor sikerült. Gratulálok, erekció. Na lássuk, figyelj, sérülékenység rajta van, ott van egy kis égés, de mit? Szevasztok, nyíli betyárkomáik, hogy vagytok, mi a helyzet, meséljetek? Mi történt nálatok a mai napon a Teach világában? Jó, szép damage-ek mentek lefelé, Bélen még mindig képes arra, hogy bárkit is arcon verjen. Egy jó súlyos támadást küldhetne a nyárlovagnak az arcára, ezzel meg is ölhetné a következő támadásból, így van. Ha nem lépne hátra néha ez a atya világ, gyerekek! Na ez, amikor hátra lép, ez leírhatatlan gusztustalan dolog, hogy kitérő támadása van. Tehát az, aki ezt kitalálta, haver, azzal nagyon elbeszélgetnék azért. Urf nem hiányzott. Én mindig mondom nektek, hogy ne urfozzatok, mert az a pokol maga. Jó vérzés egy halálos átokkal, még mindig nem öli meg az enemit, bár ennek lehetne levenni a HP-jából, akkor talán Mordet elverhetné, de lehet, hogy inkább az IA-t kellene elverni. Nehéz kérdés ez. Most Mordet, hogyha oda megy, ide, ez mondjuk vicces is lehet akár, mert tudna tusázni, ugye? Egy, kettő. Ez, gyerekek, erre nincsenek szavak. Vágod? Tehát elugrik, regenerál, távolról ront neked, minden szart az arcodba nyom, tehát ettől gusztustalanabb egységeket, mint ezek a szarok, én még nem láttam, de elképzelni sem tudnék. Mi a szar volt ez? És most melyiket lőhetem? Ezt? Hát meg is lövöm, az biztos. Dögöljél meg, te szemét. Hát de komolyan mondom, szerintetek ez normális? Még benyomok egy izét, páncélolajat is mindjárt magamra. Ez meg olyat fog mindjárt belénk lőni, hogy öröm lesz majd nézni, hidd el nekem. Nézd meg! Kösz, legalább hárítottam. A villám sújtson rád, te rohadék. Hírozban a hárpia volt olyan? Na hát ez... Már tudom, hogy honnan vették. Gusztustalan! Hát meg akarod ütni, azt nem lehet. Hát... Fú... Teljesen keresztül húz mindenféle taktikát. Meg ez a regeneráció, meg ezek a hülyeségek, hát gratulálok. Szörnyű ezek ellen küzdeni, de tényleg nagyon rosszak. Danu istenő ősi népe. Meghódították a Valont, és így megmentették a vidéket a sötét istenektől. Én vagyok az ő utolsó leszármazottjuk. Minden tündér hozzájuk imádkozik. A szíli tündérek az ősüknek tartják őket, éteri vezetőknek. Megint kinyitottunk egy útvonalat. Ez a főküldetés amúgy lehet, hogy nem is annyira szuper hosszú, mint ahogy... Eddig gondoltuk volna. 20 extra XP. Hát azért még van. Úgy látom, hogy még pont a fele van. Pont a fele, és Mordet már teljesen vitalitásból csicskult az imént. Addig mondjuk teljesen jó, amíg a többiek nem. Tehát a többiek még jól állnak. Szevasz, Szeriz, pont a végére esel be. Hogy vagy, mi a helyzet? 36-3-as mentés történik itt. És akkor a megnyílt útvonalon indulunk tovább, ahol szinte megint egy fájtba fogunk bocsánatkozni majd az enemivel. Óvatosan, a varázslat szőrteseit nagyon erős. Hát tök jó. És akkor van kettő jászunk, meg talán egy mágus, a nyár úrnője. Ez bizony mágus, de nem is a gyenge fajtából. Szerintem rámegyek egy jó földrengetéssel, minek utána erekcióval levettem már a HP-ját. Nézzük ezt meg. De itt nem fogsz ilyen csicskaságokat csinálni. Szemétláda! Várjál, nyomjunk egy láncvillámlást. Egy, kettő, három. Szép damage volt, nagyon jó, és akkor Bélen kiírtatná az egészet a francba. De még jobb lenne, hogyha úgy csinálná ezt meg. Lady Bimbo lő egyet. Egyet léphetnék, és lőhetnék még egy másikat is. Vagy ha ide lép, akkor utána még a földrengetés működhetne. Ezt próbáljuk már ki. Aztán a hec kedvéért. Aha, jó szar lesz. Mindegy.
Az legalább megdöglött. A mágus azonnal csicskult, és akkor még az 1 HP-s kis kulára is rányomunk egyet. Így legalább a kezdőcsap... Jó, itt van még... Van még 2. 3. Uh-huh. Értem már, hogy miért erős itt a szövedék. Most már kicsit kezd körvonalazódni a szituáció a szemem előtt. Hát ez azt igen. 4? 4-et? Nem, ez izé, ez egy... hol a 4? 3 van. Hát én minden szar CD-met elnyomtam ezekre? Ennyi eszem legyen tényleg, ennyi eszem. Ez itt védekezési szituáció? Ez itt igen, ez itt nem, jó. Mordred belépi, ne? Az öreg erekciót ki kell húzni a fightból, ne támadják már meg, hogyha mód van rá. Bélen nem lép, Bimbo ide belép jobbra. Hát nem tudom, 2 irányból fognak szerintem jönni. Az jó, hogy az első csapat elhunyt, ugye? Csak a nagyokat számoltam, mi... Édes Istenem, nézd meg. Extra egységek szummonációja történik, tűzpajzsok és minden egyéb. A tűzpajzs az mit csinál? Ideiglenes életpontot kap 2 körön keresztül, közelharcban sérül, a támadó ugyanannyi életpontot veszít. Mi van? Tehát amíg tűzpajzs van rajta, addig nem verhetem meg. Tehát most, hogyha nyomnék egy villámot, nem is nyomhatok villámon. De miért nem? Oh, fuck me. Ez hogy lesz, Mordred? Erekcióval szintén benyomunk ide mindjárt egy Firebolt, legalább az segítsen ki minket egy rövid részen. Hát már pedig ezt ide benyomom. De most tényleg nem fogja sebezni a Firebolt ezeket? Ez megint nem jó, megint nem lesz nagyon jó. De csak messziről kell támadod, azt mondod? Firebolt az... Aha. Tök jó, hogy az begyulladt. Ezek, amik tűzből vannak, ráadásul íjászok, tehát képesek lesznek majd úgy támadni, ahogy te nem szeretnéd, hogy támadjon bármi is tégen. Bélem fog elindulni a jobb oldalra, míg Mordred, akkor szerintem beáll a bal oldalra majd. Lady Bimbo megpróbál lövöldözni, de nem hiszem, hogy annyira nagyon effektív lenne innen. Azt hiszem, hogy neki van olyanja, hogy megszakító, nem? Tehát, hogy ilyen... Megpróbáljuk ezt, jó? Talán 2 is fog lőni, nem tudom. Erekció meg lelassítja valamelyiket. Vagy semmelyiket, hogyha jól veszem észre. Ez azt igen, gyerekek. Nagyon szar ez így. Most villámot minek pocsékolnék egy fénylőgömbre? Meg kell várni, amíg ezek közel jönnek. Várjál csak! A nyár úrnője az pont benne áll. Aha, elkábult, az nagyon jó. És Mordred nem sebződött ezáltal. Tehát leszettem a shieldjét, minden okés. Eddig jó. Nézzük, mi lesz ebből. Ellenség lép. Ott volt egy jó kitérés. Az mi lesz? Az mi a szar? A Istenem, már megint milyen hülyeséget pakolnak az arcomra. Fucking hell, hát záporozik. Bimbónak elveszi a HP-ját. Azt a bűrös mindenit. Hector, állj ki ebből. Nem tudom, hogy mi a terület, amire hat. Jézusom. Mi a fenét csináljak ezzel? Hát remélem, hogy ide már nem ver éppen. Vélenek hamarosan visszajön a lehetősége majd a komoly csicskításra. Ide beáll és elveri az egyiket. Camelot ért, mondja. És szerintem ő ezzel fel is veszi magára a védekező testtartást, mert... Hogyan a gyilkosság megölt egyet, és visszajött a CD. Ezt elfejtettem. Mindegy, most már ez így van. Hogyha ide be tudnék állni, akkor tusával elintézhetném azt a 2 szart. Jó, ez legalább jó volt. Egy pajzsromot küldhetnék. De hogy küldhetnék? Mordred és a hülyeségei, ugye? Semmit nem tud beküldeni. Nulla. Off. Eljöhetnék még akár ide, de akkor meg hátba lőnének jobbról. Lady Bimbo akár tolhatna valami szép damage-et. Nyár csicska úrnőjére. Egy mérgezett nyíl. Mérgező, hogy te szemétláda, hát... És még várjál, meg kellene nekem egy potívás is, ugye? Nem csak neki, hanem az öreg erekciónak is ki fog férni egy, mert... aha, ő is sebződött. Egyre jobb ez a fight, ez az egész. Egyre jobb.
Szevasz, Riku, hogy vagy? Miért nem alszol még? És akkor menjen egy gyújtás is rá? Hát az rajta van, mind a kettő begyulladt, mert egymás mellett állnak. Ennyi eszük van nyilvánvaló, kapitány. Közelebb megyek, jó, ezekhez. Reménykedem benne, hogy nem fognak hátba lövöldözni. Talán, bár nagyon megvan az esélye. A védekező testtartás az még sokat segíthet. Megpróbálunk ide átlépni, és innen megnyomni. Innen sem lehet megnyomni. Jól van, Mordred, köszönöm szépen. Akkor menjünk ide. Erekció pedig nem képes semmi értelmesre most már, azt hiszem. Talán egy vérátok még, hogy egyszerre legyen vérzés, égés és mérgezés ezen. Az összesen 22-29 damage körönként, meg ugye Bélennek mindjárt bejön majd a durva földrengetés. Ez most meghal a kövi körben. Ebből nagy baj lesz ebből a fightból. Már most látom, hogy két ember is potályba kényszerül minimum. Sérülékenység nagyon szépen megy befele, 65 HP maradt. Mordred kapja a csicskítót, az ott rendes, oké. Okay. Eddig jó minden. Mi történt? Édes Istenem, Bimbo kapott valami szart. Hát őt fixen, a rohanmentő viszi el. A rohanmentő. Gyere Bélen, nyomjál ki valamit, mert ezt így nem lehet. Minusz 41 HP. Oda is mehetne egy 32 minuszba. Hogyha lépnél kettőt ide, ugye? Mutasd meg Bélen. Két szarházi. Na, helyes, nagyon helyes. Ez a kettő meg van csinálva. Bélen már is lép előre, Mordretek nem maradt már, sem potia, sem semmije konkrétan. Lehetne akár egy hajnaltörő csicskító. Minusz 113 esély volt a dupla damage-re és megcsinálta. Na, akkor már csak a mágusok állnak, jó. Ez már így egy már is vállalhatóbb dolog. Muszáj lesz visszatölteni mindenünket is kb. Ezután a fight után. Kár, hogy nem tudok elmenni rendesen védekező állásba az öreg mágussal. Hát Lady Bimbo meg nem tudom, mit tud ebből még kihozni, hogy honnan tudja meglőni az enemit. Kb. Ezen az egyetlen pont, de ahhoz át kéne venni a tűz, tehát tűz ön. Lehet, hogy mögötte megkerülhetné, mindenhogy szar ez, ugye? Hát ide beáll a csaj. Reménykedik benne, hogy nem találják el. Sőt, egy kicsit inkább oldalrában. Biztos, ami tuti. Bélen kiáll a védekezésből. Kicsit őrá is szírozzanak, mert rajta van még értelmes armor a csapatból egyedül. Nézzük ezt így meg. Jó, ott egy hárított támadás. Ragyogó gömbök jönnek jobbról, a kedvencem. Amiket el is intézünk szerintem láncvillámmal, mert ne legyen már itt. Egy, kettő, három. Biztos csináltam volna jobbat is, vagy mondjuk megütöm egyszer a nyár úrnőjét, ugye? És akkor utána is visszakaptam volna egy AP-t, és akkor utána kellett volna elnyomni. Ez így most egy feleslegesen kitolt damage volt, mindegy. Beállok ide, két oldalról védekezünk, és Bélen nagyon erősen ráver az arcára annak a rohadéknak. Hallod, egy HP-d, egy HP-val... jó. Egy HP-val. Ide jön Lady Bimbo, meglövi. Majd beáll védekezőbe. Bélen arra felé nézzen, ha kérhetem. Erekció megindul előre. Úgyhogy 4 AP-ja megmaradhasson, és megnézzük, hogy tud-e tüzes robbantást, tud-e hát, nagyon jó. De mondjuk így Bélen nem fog tudni belép, mindegy, jó az. Bélen inkább erre jön. Tudnék még ezzel tenni. Ha esetleg egyel hátrébb lépnék, és utána rálöknék egy pajzsrohammal. Na, az a szépen... hát, jó, oké, nagyon tetszik. Ez jó volt, szerintem. Ott nagyon jól el fog feküdni a tűzben gyakorlatilag. Jó döntés volt, azt hiszem. Egy AP tartalékolva, szép égetés megy. Ellenség lép, tömeges gyógyítás. Na, az igen. Kapott te a villámot a pofádba? Ott megy egyből a csicskító. Bélen a hős. 56 minusz HP. Mindjárt csak beköszöntem, fülcsisztem, mindjárt számolom a birkákat. Á, sajnálom, hogy nem maradsz itt velünk. De örülök neki, hogy benéztél azért. Muszáj lenne feltöltekeznem valamiből. Ez mi? Védelmet kapna valamelyik hősünk. Hát Lady Bimbót el kell, hogy küldjem szerintem majd visszatöltődni egy picit. Védelmet Mordrednek is, tehát hogy annak is volna értelme. Egyőre hagyjuk. Mert hogy egyőre mentenem kellene, hogy megint túléltem egy fightot. Ez egy nagyon-nagyon erős fight, vagy izé misszió lesz. Ide nem biztos, hogy jó a
a kitaláció. Mordredet, hogyha választanám, akkor visszakapna némi armort, és inkább erre kellene talán fókuszálni. Aha, hogy ő kapjon vissza valamennyit, és ez meddig tart? Következő csata végéig. Hát az nem sok. Van itt még valami bonfire lehetőség, az életpontokat kell visszaállítani hiába. Bár az armor is nagyon jót tenne. Mi ez a nagy piros diadó? Az éteri fény, amit halandó szemed lát, olyan, mint egy csillogó kristály, de valójában időtlenségbe fagyott fény. A szíri tündérek számára az istenek ajándéka, minden varázslatuk eszenciája. Remek, még életben vagy, legtöbb halandó hamuvá égett volna már attól, hogy a kristályokra néz. Ne gyertek még. Ja jó, oké, csak kinyílt. Azt hittem, hogy még egy csapat szíli tündér fog az arcomra jönni. 20 XP, jó, elhasználtuk ezt, menj az ösvényen következő tisztásig. Azt nézem, hogy amúgy egy fight, két fight van még hátra. Akarjátok ezt még letoljuk ma? Varázslattal felfedtük ezt a bigyót, kérjük vissza az elfogyasztott. Mondjuk a páncél sem lenne hülyeség. Az mindenkinek nagyon jó hatással lenne. A páncél Mordred újra bent lenne a fightban. Vagy ugye van még a másik lehetőség, hogy mindenki visszakapja az életpontjainak egy jó részén. Csak azzal meg Mordred... De mondjuk neki mehet lefelé a HP-ja, nem? Menjen, persze. Mordrednek mehet lefelé a HP-ja, mert ő minden kör végén regenerál. Iszki hallgatni? Na, ez az ösvény az utolsó tisztásra vezet, ahol a lélek utazása véget ér. És ez merre vezet? Ez a izé kerti pottyantós. Még mindig nem értelek, beszélőfa. Azért próbálkozom, szavaz. 20 XP, téged érdekel? Akkor jó, akkor gyorsan mentünk még egyet. Ez lesz a 36-4B. Mert hogy ezt lehet variálni, hogy más, tehát hogy páncélt töltöttem volna vissza, vagy éppen más kapja a védelmet, ugye? Ezt lehetett volna más is alakítani, ezért lesz 36-4B, remélem, hogy jót mentettem. Rejtett tisztás! És itt állnak a csicskák megint az utunkban. Ez nem biztos, hogy a fő küldetés része, és lehet, hogy ezt csak azoknak kellene bevállalni, akik igazán jó nagy kohónesszel vannak megáldva. Big kohónesz. Figyelj, az a szarot rejtve van. Nyár úrnője, az egyből kaphatná. Jaj, erekció, mi legyen veled? Nyomd meg ezt a hármat, nem tudom. Vagy ezt az íjász palántát ott jobb oldalon, aha. Bár azért kellene, hogy kapja az úrnő is. Tavasz úrnője. Tavasz csicskása. Égjel, te rohadék. Nem biztos, hogy utána nekiállok még filmet vetíteni, nem rosszból a tényleg. Jó. Vetítetek én is, mondom, van egy csomó minden letöltve, nyugi. No para. Vérátok, hajnaltörő. Nyári lovag. Nyári csicska. Az ott hatos égésben van. Én a nyár... Nem, azt megvárjuk még. Ezt megvárjuk, lépünk egyet-kettőt, megvizsgáljuk a szituációt. Mordrednek ugyanis van egy frankó villám támadása, azt ne felejtsük el, ugye? Ah, ez már is jobban néz ki. Kár, hogy nem sokkolta le az enemit amúgy. A Lady Bimbo, hogyha benyomna egy ilyet... Szép damage-et kapna a rohadék. Nem mérgeződött meg? Akkor most baj, ez baj. Ez nem nagyon jó. Akkor a vérátoknak ide kell kimennie. Egy helyen áll mindenki. Azért, mert sima támadást nyomtam, hogy mi a fene volt ez? 26, kevés. Kevés. Célzott lövéssel 28. Égetéssel 42 meg a maga az égés damage, a 14 sérülés, meg amennyi még rájön. Tehát az 33 az alap damage-ünk. Nem éri meg elhasználni az élet, vagy az AP-nkat, ugye? Mérgezett nyillal lehetne 26. Mennyire a mérgezés? És akkor Bélem maradt még, mint B-tervünk. Aki, hogyha ide jönne, várjál, 6 AP. 6 AP kell neki, földrengetéssel meddig ver. Hát, hogyha ide jönne, ezzel is gáz lesz a hajnaltörővel. Mindenképpen mindenhonnan szar ez az egész. A nyár úrnőjének nem lenne szabad hagynunk, hogy elnyomhasson egy spellt. Ez a problémám. Nézd meg, 101 HP-ra nem tudom. Az is baj, hogy nem fogok tudni védekező testtartást felvenni, bár Bélennek még azért van visszatöltési lehetősége. Szar a szituáció, kár, hogy nincs egyetlen egy ugrás, vagy bármi,
amivel megölhetném. De miért kell azt a mágust ennyire megölnöm? Akkor lett volna jó, hogyha egy halálos átkot még rányomok esetleg. Pajzsrohammal... hiába lép előre Mordred, ugye? Nem találja őt. Hát Bélem megölheti. De Bélem meg beállhatna az ijász mellé is, ami innen nyomja. Felvehet egy védekező testtartást, és bármi, ami rájön Bélemre. Ez eddig jó, jobb ötletnek tűnik nekem. Azt majd arcon veri jó durván. Így né, Mordred. Nagyon várja, hogy mi lesz. Lady Bimbo belép Mordred mögé, ne nagyon lehessen eltalálgatni. Erekció, meg lép egyet előre. Lássuk, mi lesz ebből? Az ott hál' Isten elégett, ott sérülékenység, a következő körben meghalsz, de el fog nyomni egy gyógyítást magára. Tűzpajzsot nyomott magára, az is jó. Ezek jönnek közben, lendülő támadás. Csak vakságot ne okozzanak, az lenne a lényeg, hogy vakság ne legyen, mert abból van a legnagyobb probléma mindig. Mordred, ahogy az lenni szokott, megint úgy döntött, hogy egy kicsit akkor megnyugszik. A rohadék. Az ott elvehetni az AP-t, de az nem lesz jó semmiképpen. Cleaving attackot nem tudok használni, hogyha nyomnék erre. Vérzése 19, égése 6. Egy támadás az megöli. Végig... mi? Nem. Nope. Big fucking nope. Nem ez kellett volna, hanem a súlyos támadást kellett volna oda bevernem. És ezzel nem maradt földrengetésre sem AP, pedig ez lett volna ugye a kitaláció, nem baj. Egyet, hogyha lépnék hátrébb, akkor Bimbo előhetné a nyári lovagot, így van. Az biztos, hogy az legalább megvan már. Ezt hátba lehetne küldeni szépen. Meg is van mérgeződve, Bélen arcon veri súlyos támadásokkal. Hogy rohadnál el? De most ez tényleg? De most... azt a büdös mindenit. Hát úgy kellett volna elintéznem, hogy mögé állok a mage-el, vágott, és akkor... gyerekek. Na ez azért. Menjen onnan, meglövöm. Az is előbb-utóbb el fog majd purcanni. Ennek most ütéskényszere van ugye Bélenre, legalább már nem Mordedet verik, ez is valami. Mi lesz ebből? Sérülékenység, sérülékenység. Ott jön majd ki minden, az hál' Istennek meg is halt. Azt nem is értem, hogy meghalt, de mégsem halt meg, mert itt maradt a cumó mögötte, ugye? Ez mi a fene? Egy jó villámmal akarom elintézni a hajnaltörőt, aki most sajna nem kapott dupla damage-et, de így is jó lesz. Ezt elrakom a földre, a szarma. És ha minden jól menne, akkor hogyha ide állnék, talán egy földrengetéssel, igen, ez a kettő meg is lehetne. De ezeket meg elintézhetné amúgy Lady Bimbo is, tehát neki egyetlen egy lövésen múlik ez a fénylőgömb, ami nem is értem, hogy maradt meg, minek utána teljesen megdöglött ugye a izé. Nyári lovag, célzott lövés, hát jó kérdés, hogy melyik éri meg jobban. Bélen egy földrengetéssel leszedhetné a jó részét annak a HP-nak szerintem. Amúgy megcsökkenthetném a HP számot, nagy mértékben nagyon jó. Az az átok az istentelen. Kár, hogy nem tudok lépni, hogy támadjak sajnálatos módon. Egy vérátkot rányomunk szerintem valamelyikre, mondjuk erre itt hátul még. Biztos legyen, ami tuti. Bélen összeverheti. Földrengetéssel fixen megölöd. Gyere ide. Hülye döntés volt, nem? Jó, az jó lesz. Gyújtsam be, vagy mi legyen? Be is gyújthatnám. Hát az alig sebezni. Nem, meg kell, hogy öljem. Csak ezt sajnálom, hogy most... mérgezése 12, várj csak. Akkor ez meg is van. Viszont aha. Jó, abból a szempontból ugye nincs meg, hogy most ezt el kell, hogy lőjem. Nem maradhat így. Nem maradhatott így meg. Bélennek meg közel kellene menni ezekhez a szarokhoz elően. Mert hogy ő innen fogja indítani majd a kivégző támadását.
erekció meg itt marad, ő már nem nagyon megy előre, vagy nem tudom. Talán még hogyha lépne kettőt előre, attól félek, hogy meglövi ez a marha. De mondjuk, hogyha ennyire az arcában van Sir Balen, talán akkor mégsem arra fog célozni. Mindjárt kiderül, hogy mi lesz ebből. Ott az egy minusz armor, az nagyon jó. És akkor most jött el a pillanat, amikor azt megnyomja. Hál' Istennek megvan, azt a szart meg előjük így. Jó. Hát lehetett volna ez is rosszabb is, mint amennyire az volt. Itt kaptunk kettő szentélyt. Ez fürgességet adna valakinek, az szerintem extra AP. Az extra AP nem ártana mondjuk Balennek, ugye, mert ő elég erősen odaverdes mindenkinek is. De amúgy Lady Bimbónak is nagyon megérni. Balen legyen az. Az kettő max AP a következő csata végéig. A sí a kettőségről szól. Nappal és éjjel, nap és hold. A sí két udvara, ami időtlen idők óta létezik. Csak a tündérek boszorkány mestereinek van hatalma mindkettő felett. Kívánom, hogy soha ne találkozz velük, de attól tartok, hogy ez elkerülhetetlen. Jó, köszönöm. Védelmet kaphatna valaki. Hát az mondjuk most pont Mordredre kellene, ugye? 4 darab armor pont visszajött. És bonfire-ünk persze nincs. Nem tudom, hogy találhatnék-e esetleg itt eldugott kincset valahol. Erekció azért rendesen... Van! Relikvia rúna távolsági fegyverekhez. Bocs, ezt most azonnal elmentem. Mi a fene? 36-5-ös mentés. Relikvia rúnát találni. Amúgy meg itt hiányzik mind a kettejüknek egy kevés életpontja. Tehát sajnálatos módon. Bimbót kéne tápolni. Szerintem most nagyon erős ő. Én úgy érzem, hogy a lehető legtöbb most ki van belőle hozva. Az utolsó tisztás következik. Tök jó, haladunk. Következő 20 percben vége lesz ennek az epizódnak. Annyi, hogy erekciót, meg bimbót el kell, hogy küldjem majd az ispotályba kicsit gyógyulni. 24 arany még ide is el volt dúlva. És akkor ide nyomjuk a következő mentést, addig nem találtunk semmit sem. Az nagyon jó, hogy távolsági fegyver relikviát találtam. Extra I. Az kicsi, mit csinál az ott? Emberek itt? Kik vagytok, eszetlen ostobák? Ez a látó. Miféle látó vagy, ha ezt meg kell kérdezned? Mi hozott ide, bátorság vagy vakmerőség? Nem látok okot, hogy miért hagyjalak életben? Mert nincs más szert. Mi? Választásod? Szóval a válasz, hogy mindkettő. Kíváncsi vagyok, hogy érted el ezt a tisztást. Túlélve minden veszélyt. Persze gondolom, nincs időnk ezt megvitatni. Igazad van, nem beszélgetni jöttünk, és már megy is a fight. Jó, a látónak eléggé nagy védelme van, de mindenek előtt nekünk ugye azt kellene kitalálni, hogy hogyan lehetne az összeset megölni, ami távolságra nyomja a lehetőségeit. A látóban... Hát csak valahogy kárt kell tennem. 1, 2. És mi lenne, ha megölném villámmal azt a szartot hátul? Chainlightingolni majd ráérek később is. Mordred megy be előre. Nem, még nem. Erekció leveszi ennek a páncélját. Jó, azzal már is mehet be Mordred. Nagyon jó. Na így volt ez királyság. És most egyel hátrébb is lépett, ugye? Könnyen lehet, hogy Mordredet hülyére fogják verni. Ide lépünk be Balennel, és próbálkozunk egy földrengetéssel, ami szép damage-et nyom ki mind a kettő csicskásra onnan. A védekező testtartás azt hiszem, hogy most jelen pillanatban nem annyira indokolt. Látó Artet Diaz, ez a neve? Azt mondod? Te tudsz valamit, Iván? Te nem szarral gurítasz, hogyha látókról van szó? Az a nyárlovak kapott egy lassítást. Lady Bimbo, várjál, ez így nem fog tudni támadni. Bár a földre lökése azért veszélyes Bimbo számára, úgyhogy azért majd lehet, hogy visszavonulunk egy picivel. A nyárlovagnak lehetne valamit beadni oda. Szerintem inkább azt mérgeztessük meg. Így van. Tüzes nyilat is pakoljunk rá. Minden szaramink van, az menjen oda rá. Jó, és akkor az 22 HP szépen csökkenni fogsz idővel. Ide jövünk emellé, hogy ütéskényszerben legyen. Felvesszük a védekezőt, most már így már van értelme annak. Mordred belép ide a durvítóba. Lady Bimbo pedig lehet, hogy hátrébb jön egyel. Csak hogy tutik legyünk a dolgunkban. Lássuk, mi lesz ebből. Sérülékenységet kapott. Szépen megy minden. Tűzviart kaptak ott hátul. Megütötték Mordredet, lelökték. Édes Istenem! Te hogy mentél oda fel?
Meg miért? Ide jövünk bimbóval. Erekció... Na várjál, mert most akartam volna chain lightningot nyomni, hát az így full szar lesz. Tudok-e esetleg tüzes robbantást itt? Hát persze, hogy nem tudok, mert Mordred benne áll a kutyakakában. Azt el sem tudom találni ott fent. De mondjuk 54 HP-je van, 17 égés, 6 mérgezés. És akkor jöhetne még mellé egy kis... Nem tudom, valami még jöhetne mellé. Kemény armor levétel. De ha... Fú! Hallod? De legalább most odalépett, ugye, hogy mind a hármat tudjam bántani. Jó az. Na, még egy kis égés, így is van. Jól van, oké. Lady Bimbo még készen áll a támadásra. Azon méreg nincsen emlékeim szerint, igen. Honnan tudnám meglőni a fenti célpontot? Sehonnan? De amúgy meg minek ment oda fel? De ezt nem értem, mert nincsen távolsági támadása. Tehát... mindegy. Tök jó, hogy Bélinnek van lehetősége arra, hogy lépkedjen. Mindegy, most már akkor ide jön. Ezzel is szerintem megpróbáljuk idehúzni Hectort. Hát, ha esetleg itt a Bimbónak volna valami frankó cucca. De amúgy meg kell, hogy jöjje szerintem. Muszáj neki. A 74 HP ezzel el is tűnt, el is múlt. Ezzel nem tudom, mi lesz. Mordednek nagyon kellene valami lehetőség, életpont regenerációra, de most már ez van, az a következő körben el is halálozott, nagyon jó. Ez itt megtörtént. Ott kaptunk egy kevés... Hojjajajajajaj. Jó, Bélem most kapott egy keveset, aki úgy látom, hogy le is van teljesen szedálva. De ezt a szedálást a látó ugyanúgy megkaphatná Mordredtől, hogyha mondjuk egy stigmát pakolnék rá. Levéve annak armorját, 100%-ban ellenállt a sérülékenységnek, lesz a szarom. Jó, és akkor ennek is ellenállt. Mindennek is ellen van állva. Gyönyörű haver. Mehetne oda egy jó mérgezés. Mehetne rá egy jó tüzes nyíl. Igen. Pusztuljon. Akkor lett volna még királyba ez az egész, hogyha rányomtam volna egy halálos átkot előtte. Bélem most azért is bajban van, mert ugye kapásból... Várjál? Ja? Ja, hogy amúgy tud ilyet használni. Vágod? Páncert kér vissza, kicsit léci. Tehát amíg ő stunolva van, addig potikat ihat. Érdekes. 1, 2, 3. Hátrébb lökjük. Maradjál benne a tűzben, csicska gyerek. Hát jó. Ezen most egy kicsit meglepődtem. Megy le a HP, dárdahajítás. Jó, kitérés történt. Jaj, haver. Na most te szerintem meg leszel csinálva. Bélennek visszajött a földrengetése, csak mondanám. Te szarházi. Hova? Honnan kell lőni bimbóval? Gyere bimbó, nyom meg. Ott van a csicskalátó. Hátba szúró damage-el. Isten kegyelmezzen a lelküknek. Hát jó, túléltük ezt is. Bonfire-ünk pedig nincs. Ezzel szerintem vége van a missziónak. A Szíri udvar kristálya napsugarait éteri fényé formálja. Fejezd be a szertartás, és vidd a szigillumot a Szíli udvarhoz. Jó. De ezzel vége a missziónak, túléltük? Mondjuk még egy fightot kibírnánk. Ó, megvan a győzelem! Hál' Istennek! Ki gondolta volna, hogy 1 óra 46-kor nem is húztuk túlságosan tovább egyébként az időt. De meg leszünk ezzel, és gyakorlatilag az életpont veszteségünk, vitalitás veszteségünk az 2 pont bimbón és 2 pont a erekción is. Mordred meg majd felgyógyul. Amúgy ide nem kaptunk egészen véletlen még extra lootot, bocsánat. Extra lootot nyugodtan elrejthettek volna. Nem gondoltam volna, hogy ez így... Ah, és tényleg itt van. Nehéz páncél szigillum, az jó goldot jelent, meg 66 arany. Extra 100 arany és 100 arany. Haladj egy kört, igen, 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 és csak ott is van a kiegészítő. Hát tudja, hogy el vannak dugva ide dolgok még. Egy jó ládát azért berakhattak volna. Beszélő fa. Fuss? Azt mondtad, hogy fuss? Jön, fuss? Valamicskét előre haladtunk. Hogy érti azt, hogy jön, fuss? Mentés? 36-6-os. Mi az, ami jön és fuss? Lehet, hogy ha szarakodsz még itt a fákkal, ez egy titkos küldetés nyitna meg.
Nem látom egyébként semmi nyomát annak, hogy itt még valakik jönni akarnak és nyomulni akarnának. Jön, fuss. Mindenki lett szedve? Innen hátul? Hoppá. Mi ez a hely? Rejtett tisztás? De itt voltunk az imént, igen. Itt találtuk meg a relikvia íjat. Na, arra nagyon kíváncsi leszek, hogy miféle íj. Mert egy jó íj az azért az sokat hozzá tud tenni egy íjászhoz. Nem beszélve arról, hogy kettő íjászunk is van a csapatban. Ennyit erről a küldetésről. Nem hittem volna, hogy ilyen eredményes napot fogunk zárni, hogy három küldetést is letunk ebből a játékból még az este során. Senki nem lépett sajnálatos módon szintet, kivéve Bélen, az nagyon jó. Bélen pedig, komolyan mondom, totál használható hős lett így a Szílik ellen. Tehát, hogyha Szíli küldetés lesz, akkor szerintem őt megint be fogom hozni. Hát olyanokat vert, hallod, a földrengetés meg minden. Nagyon jó volt. Na, elrejtőzik egy egység megölése után. Extra 2 mozgás AP, hogyha a kört rejtett állapotban kezdi. Hadsebzés meglepetésszerű támadások esetén. Tehát, hogyha gyilkolsz, vadásznő rúnája, ha megölsz vele valamit, akkor elrejti a karakteredet, mint hogyha rugó lenne, és akkor mászkálhatsz a térképen, hátba is lőheted az enemit íjászként. Tehát ilyen vadász, vagyis hogy íjász rugót csinál belőle, íjász tolvajt lényegében. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Minusz egy AP költség gúnyolódásra, gúnyolódásom nincsen, 1000 gold, építkezési erőforrás, relikviapor, minden is jött. Jó. Budika visszatért, lovagom nem tudta megszerezni a relikviát, szánalmas. Jéghideg tekintette nyugtázod a küldetés sikertelenségét. Budika megsérült. Köszönjük, Budika. De legalább szintet is lépett, ugye? Hm. Hát ő megy be a katedrálisba már is akkor, hogy ellássák a sebeit szerencsétlennek. Gyorsan. Hát igazság szerint kimaradhat felem 2 körre is. Jó, így minden sérülését ellátják, majd az ispotályba be kell küldenünk erekciót, ingyen. Így van, meg Lady Bimbót is. Ők egy körig most nem fognak bejönni, ezt szerintem senkinek nem fog túlzottan fájni. De hoppá, itt van Lady Guinevere, akinek hiányzik életpontja, és nincsen már hely. Mondjuk kinyithatnék még egyet, nem arról van szó, a harmadik helyet kinyithatnánk. 5% permanens vitalitás minden jelenleg és feltörekvő hősnek. A küldetésekről visszatérő hősök vagy 5% vitalitást kapnak vissza. Látjátok ezt a fejlesztést? Ez azért lenne menő, mert abban az 5%-ban benne lett volna most a sebződése. Erekciónak is, meg Lady Bimbónak is. Tehát, hogyha ez most ki lett volna már fejlesztve, akkor nem kellett volna őket berakni le. De most már ez van. Fekete lovak szintet lépett. Csomóan népnek szintet, azt most nem fogjuk megcsinálni. Azt akartam csak elérni, hogy egyőre legyen mindenki berakva oda a helyére. 17 damage-ünk van. Lövés véletlenszerűen eltalál másik egységet is 50% damage-re. Ez talán jobb, mint a rejtett dolog, nem? És minden leterített ellenfél után kapsz 2 extra damage-et. Szerintem jó ez így a Sir Ivane-en. Amúgy is őt is el kell majd vinnünk fightolni. Hát köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt ma velünk. Új főküldetés, új esemény, új mellékküldetés, mindenféle dolog elérhetővé válik. 2 karaktert kell feloldanunk, mielőtt rámennénk az Ancili udvarra, ami pedig a következő főküldetés lesz majd. Ezt mondták is ugye, hogy a Szili udvarra is, és az Ancili udvarra is el kell mennünk. Morgana Le Fay az egyik, a vörös lovag, a másik egység, akit felfogadhatunk udvarunkba. Ezek is kinyíltak már, 14-es szintű küldetések várnak majd ránk itt, és hogyha jól láttam, volt egy magasabb szintű mellékküldetés is, talán egy 15-ös? Aha, Mester Kovács, 15-ös szintű. Jó, el fogunk még ezzel szórakozni, az biztos. Ez még csak a harmadik fejezet, de annak is szerintem már inkább a második felében lehetünk benne. Azért látszik, hogy itt a mély erdő szívébe hatolunk még be, meg ott van a Tower of Aos An. Talán 2 darab főküldetés nézek ki még ebből a chapterből, és utána megyünk majd az utolsóban. Tetszett ez a mai előrehaladás. Azt meg akarom még gyorsan nézni Camelotban, hogy van-e a kereskedőnél valami felvehető. És csak, itt is van. Krom Kruach szomjúsága. 8 sebzés a sérülékeny egységek ellen, támadások 15% sérülékenységét okoznak 2 körig, plusz 3 vérzés damage. Nem rossz, de azért nem is talán a legjobb. Plusz 3 vérzés, sebzés. Oké, hogy sérülékenységet okoz meg minden, de kinek rakod ezt be a kezébe? Mondjuk lehet, hogy Gevénynek nem állna annyira szarul. Mert azt hiszem, hogy ő is szokott véreztetni. Sérülékenységet okozni, és utána plusz 8 damage-et okoz azokra, akire azt rátolta.
Valami egyéb, valami extra, semmi extra nincs itt, megadja a csontfal képességet, 6 darab életpont. Be kell törnünk majd egy-két ilyen relikvia bigyót a bűvös toronyban, ahová viszont jöttek, úgy látom, új dolgok is. Hódító nyoma. Támadó erő lesz, az jó cucc. Ezek új cuccok már. 2 AP-t kapsz, amikor a kört rejtett állapotban kezdett meg, 6 sebzése meglepetésszerű támadásba, 2 sebzése csata, végig minden letrített ellenfél után. Ez erős. Ezt, hogyha Bélinre rápakolnánk, hát ezt meg kell neki venni. Ezt fixen, ezt muszáj. Akkor ez azt jelenti, hogy ezt be fogom darálni, ezt a fejsz, mi ez? Vadásznő rúnáját, ezekem nem kell, ebből 660 kinyerhető relikvia por bejön. És hogyha itt most kihúznám azt, hogy... Hol van az? Volt itt valami, hogy olcsóbbak legyenek, nem? Na, nem tudom, hogy ez hol van. De hát nincs is olyan, csak álmodtam. Na mindegy, szóval, hogy meg tudjuk venni amúgy, azt a izét is be fogom darálni. Ez a 3 hűség, 3 fegyver, de bár nem szar, várjál, nem ez az. Az elveszett idézése képességnek a szummanálása. Tehát, hogy ezt betörném, akkor lenne... Olyanom, hogy 6 damage meglepetésszerű támadás esetén. Ne felejtsük meg el, hogy ez a 6 damage, ez dupla, tehát 12-vel számolandó, és egyébként Bélinnek van olyanja is, hogy hátba támadás, vagy meglepetésszerű hátba támadásba extra 60%, tehát még az is megtolódik. De gusztustalanul megtolódik az egész, hogyha belegondoltok. Tehát ezt szerintem meg kell vennem rá, amúgy is elég csicska ez a rajta lévő rémvadász aljas ellátmánya, valami szar van rajta. Ez valami Siri dermetettség, nem, ez valami bölcs cucc, azt mondja, unsilic ellen való dolog. Ez micsoda? Hülye vagy? 63 armor, 15 páncél, vagy mi? 15 páncél, 63 HP. Minden csata elején 2 páncélt visszanyersz, mentális és fizikai gyengítés ellenállás. Ez egy elég durva armor, tetszetős. Van még olyanunk bajnokoknak, ami nem annyira... Minden körben első támadás garantált a maximális értéket sebez. Ez akkor vicces, hogyha az az első támadás mondjuk egy beugró támadás, egy földrengetés, ugye? De nem kell ez nekünk. Nekünk ez kell. Ez. A rugónk számára. Amúgy meg neki még lehetne egy jobb cucc is. Short quest? Question? Itt nagyon toxic szoktam lenni? Nem. Én nem vettem még észre. Miért? Megbántottak? 5 extra damage egykörig mozgás képesség használta után. Na ez is rohadt jó lenne amúgy, de... Nem. Nekem ez kell. Betöröm ezt az elveszett idézése cuccot. És kivesszük... bűvös toronyból Bélin számára ezt a nagyon menci kitalációt, és innentől kezdve nem csak, hogy több életpontja is van, de amikor a kört rejtett állapotban kezdi, akkor 2 AP-t is kap, tehát azért az rohadt jó. Amikor gyilkol, akkor 2-vel nő a damage-e egészen a csata végéig, 6 meglepetésszerű damage, 3 fegyver damage, meglepetésszerű plusz 4, az összesen már 10, hátbaszúrásnál plusz 7, minden kapott talált után 5% damage a csata végéig, ez is érdekes lehet rajta. Nem tudom, hogy van-e itt majd olyan armor, amit esetleg amire leváltatnám, mert hogyha van valami magasabb védelmező érték, akkor lehet, hogy érdemes volna. De szerintem ez így is elég király, mert képes sértetetlenné válni egy egész körön át. Na, amit itt elkezdtünk kihúzni, ugye hátbaszúrások, plusz 30%, ha meglepetésszerű, akkor plusz 50, plusz 10%, minden. Van itt egy csomó rohadt király dolog, amit ez az egységünk szerintem nagyon fog szeretni. De úgy látom, hogy vannak olyan cuccok is, amiket feleslegesen húztam ki. A gázcsapdát nem szokta használni, csapdák mesterét nem szokta használni. A medvecsapda egyébként az értelmes dolog, de nem tudom. Szóval, hogy szerintem lehetett volna jobban is talentelni őt. Nem baj, jó az így, örülünk neki, és minden, ami Bélinen van, az relikvia. Ez is mutatja, hogy mennyire OP ő. Egyébként az ő kezében meg beadható volna Mordernek a kardja is, és akkor meg még több lenne. 25% esélye dupla damage-et vinne be. Tehát, hogy meghűlne, olyan lenne. Mordernek meg adunk valamit a kezébe, amitől majd boldog lesz. Na, hát ez lett volna a mai epizód. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt eddig. A 37. mentési pontunk az értünk. Lady Guinevere-t nem tudjuk sajnálatos módon berakni a... gyógyítóban, de hát azt majd elintézzük később. Lehet, hogy veszünk majd még egy relikviát, nem tudom, hogy melyik volt itt a kiképző, vagy mi a kereskedőnél volt ugye egy dolog. Ez egy szimpla kard, vérzés, sebzés, tápol. Lehet, hogy Gavinnek lenne annak értelme, mert ő ugye
egyrészt a vérontás is itt van a halálos csapásból, másrészt itt van rajta még a vérzés okozása is két körön keresztül, tehát lehet, hogy nem van ez olyan nagy butaság, úgy amúgy, csak hát ugye eleve problémáink vannak Gavinnel, mert nem tudtuk, hogy konzervatív, amikor felvettük. Hát most már ez van. Köszönöm szépen mindenkinek a mai figyelmet, ahol kettő missziót is teljesítettünk, és szerintem kettő külön vodba fogom ezt elvágni még ma este, sőt azt gondolom, hogy inkább háromba, mert három különböző küldetést csináltunk meg. Jók legyetek, srácok! Holnap találkozunk, holnap én már holnap a kertben fogok dolgozni, de nem csak a kerti dolgozás lesz a holnapi nap híre, hanem hogy megérkezik a Switch, és nagyon-nagyon várom, hogy megnézzük, hogy milyen tartalmak vannak rajta. Lehet, hogy nem fogom kibírni, lehet, hogy bekötöm, és este nyomunk egy-két kört a Mario Kartból, de mondjuk én nagyon szívesen játszanék Mario Kartot, meg mondjuk Fall Guys-t, mondjuk tegyük fel vasárnap este. Tehát azt is lehetne csinálni. Largaréta Mány, te nem alszol, de hiszen neked ilyen hosszú napod volt, meg család, meg holnap utazás. Jézus Isten! Na, és kacok, hogyha szeretne valaki jönni velünk filmezni, hogyha Zoli már nem akar vetíteni, akkor majd vetítek én. Van egy csomó Love, Death and Robots, talán ez a címe, a második évadnak. Állítólag abban nem annyira jók az animációk, mint az elsőben, meg a sztorik, de én azért kíváncsi vagyok rá. Meg fogjuk nézni azt is. De majd Zoli megmondja, hogy mit szeretne. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm az 1000 bites szurkolást és a 10 darab subgiftet MCA-nak, hatalmas King Arthur fanatikus. Nagyon szépen köszönöm neki ezt a hatalmas támogatási őrületet, nagyon hálás vagyok érte, és köszönöm mindenki másnak is, aki itt volt ma este velünk, nagyon élveztem, imádom ezt a játékot, nagyon jó volt mind a három misszió, tök jó sztorik voltak, tök jó fightok voltak, látszik, hogy a karaktereink kezdenek felnőni azért ahhoz, hogy ezeket a durvább missziókat is túl tudják élni, bár nem annyira egyszerű a helyzet sokszor, azért baj. Baj is alakulhat, azért látszik, hogy iszogatni kell a potikat, meg mindenféle baromságot is. Na, nézzük meg, hogy kik azok, akik még ilyenkor streamelnek, és találkozunk akkor holnap. Még teljesen random, hogy mi lesz, amúgy Horizon este lenne holnap, szóval nem tudom még, hogy az, hogy meg mint alakuljon. Egyszerre Switch, hallod, meg mindenféle játék, amit nyomunk, nem egyszerű azért a döntés.